Az ezernyi fénypont tulajdonképpen az új világrend kialakulása és annak kezdete. Ezt meg fogja érteni mindenki hamarosan. Nézzük meg egy idézetet H.G. Wells-től 1928-ból. H.G. Wells egy angol író volt, aki a science fiction atyaként vált ismerté olyan nevek mellett, mint Jules Verne vagy Hugo Gernsback. Ismertebb művei az időgép, 1895-ben már erről írt. A Dr. Moreau szigete 1896-ból. Moreau szigete ugye, amikor genetikailag módosított állatok és emberek élnek egy szigeten, és egy bőr alá ültetett csíp segítségével tartja őket kontroll alatt a sziget ura. Az Invisible Man, a láthatatlan ember, illetve a világok harca, és ezekből mindből filmek is készültek. Érdemes megérteni azt, hogy ezek az emberek nem fantáziából dolgoztak, ezek az emberek részei voltak egy csoportnak, akikről eddig beszéltünk, akik tudták, hogy mi az, amit a jövő tartogat. Egyrészt a technológiai tudásuk évtizedekkel, hanem évszázadokkal azelőtt jár, amit a világ ismer. Ezért ők az Illuminati, a felvilágosodottak, akik birtokában vannak a tudásnak. Ez jelenti maga a név. Másrészt ők azok, akik kidolgozzák a stratégiát a jövőre nézve. Olyanok, mint H.G. Wells, vagy George Orwell, Aldous Huxley, ezek az emberek mind részesei voltak ennek a tervnek, illetve részei voltak ennek a tervnek. Az emberek úgy tekintenek rájuk, mint géniuszokra, akik valami emberfeletti fantáziával kitalálják ezeket a dolgokat. Ők ezeket a dolgokat megtervezték, nem kitalálták. Az időgéből 2002-ben készült legutóbb filmfeldolgozás. A világok harcából is nemrég készült egy feldolgozás, ez ugye Tom Cruise, illetve Steven Spielberg produkciójában. Dr. Moreau szigete pedig Marlon Brando és Val Kilmer főszereplésével készült. Érdekes az, hogy milyen karakterek találhatók a borítón. Ugye maga a szimbolika, a megváltó, a messiás szereplő a háromszögben, és az alattvalók pedig őt szolgálják. Plátóról már korábban szó volt, ugye a gnoszticizmussal kapcsolatban, és az egyetemes vallással kapcsolatban. H.G. Wells Plato köztársaság című művének az egyik rajongója volt, és az akkori korabeli szocialista ideológia képviselője lett, és annak az egyik úttörőjévé vált a Fabian társaság, vagy a Fabian Society egyik tagja lett. Fabian Society az egy brit társaság, mely demokratikus szocializmust hirdet, ami tulajdonképpen kommunizmus, és ez az, amit terjeszt világszerte. Még annyit mutatnék, hogy a Fabian Society-nek a jele az egy farkas, ami báránybőrbe bújt. A társaság a nevét, ugye a Fabian társaság, Quintus Fabius Maximus Verrucosus római hadvezérről kapta, aki Hannibal seregeit győzte a kartágói csatában, és azért választották ezt a nevet, mert ez a hadvezér elsősorban a kitartásának köszönhette azt, hogy le tudta győzni Hannibalt, illetve annak, hogy folyamatosan zaklatta őt, ugye azt a szót használják, harassment, zaklatta őt, vagy bosszantás, amit ez a szó jelent, arra utal, hogy az ellenséget sokkal inkább felőrölni kell, mint egy-egy hatalmas csatában legyőzni. Ez az ő stratégiájuk. John Perdue szerint a társaság logójában megjelenő teknőt az a csoportnak ezt a kitartását és a lassú munkáját jelképezi, amivel az egész világot szépen lassan szocializmusba próbálják meg átfordítani, illetve a címerében szereplő
farkas, ami báránybőrbe van öltöztetve, pedig magát, azt a módszert, amit ők alkalmaznak ennek elérése érdekében reprezentálja. Ezt az ideológiát képviselte H.G. Wells, és ezek után mindenki megértheti azt, illetve más szemmel nézheti, illetve olvashatja az ő műveit, és az összes művet, melyet a világon az emberek dicsőítenek és nagyra tartanak, tulajdonképpen hozzá hasonló gondolkodásmódú emberek írták. Ilyen vagy olyan módon mind egy irányba tereli a világot. Ez pedig a nagy egyesülés. H.G. Wellsnek több könyve jelent meg természetesen, az egyik az Új világrend, ezen kívül a Nyílt összeesküvés, melynek alcíme Minta egy világforradalomhoz 1928-ból. Így szól az idézet. A nyílt összeesküvés politikai világának gyengülnie kell, meg kell semmisítenie, be kell építenie, és felül kell kerekednie a meglévő kormányokon. Ugye a nyílt összeesküvés politikai világa az új világrend. Meg kell rendülnie és gyengülnie a réginek, magába kell építenie az összes kormányt a világon, ez az, ami történik a szemünk láttára, és ebből kerekedhet majd az új világrend. A nyílt összeesküvés jellege ezután nyilvánvalóan megjelenhet. Ez után jelenhet meg csak az új világrend, csak ezek után léphet színre. Tönkreteszik a világot, azután jelenik meg az új világrend. Ez egy világvallás lesz. Azok, akik még mindig azt mondják, arról beszélnek, hogy vallás így, vallás úgy, nem értik a lényeget. Az egész világ a vallás és a szolgálat körül forog. Az ember vagy a teremtőt szolgálja, vagy az ellenséget. Erről szól az élet. A csoportok és társadalmak en nagy, laza, együttes tömege határozottan és nyilvánvalóan megpróbálja majd bekebelezni a világ teljes lakosságát. És új társadalmi közösségé válni. Ezt fogja megpróbálni. Ugye ez a csoport az új világrend. Ez a régiből jön létre. Lebontják a társadalmat, káoszt okoznak, és felépítik, egybeolvasztják az egészet, és ez egy új társadalmi közösségé válik. Azonnal egy feladat minden ember számára, ez 1928-ban, egy tervezett világállam 1000 fénypontként jelenik meg. 1000 fénypont az azok a szervezetek, melyek szépen, lassan, kitartó munkával, mint a farkas a báránybőrben terjesztik ezt az elméletet a világban. Ezek a fénypontok. Nemzedékeken áttartó propaganda és oktatás kell, hogy megelőzze. Az oktatás és a propaganda egy és ugyanaz. Az, aki ezt nem érti meg, az nem érti azt, hogy miért nem érti a világot. Ez egy olyan ember gondolatvilága és filozófiája, amely több 10 millió ember gondolatvilágát befolyásolta a könyvei által, később pedig a filmjei által. Ezért mondom azt, hogy a propaganda és a terv nem változott semmit. Csak a technológia lehetővé teszi, hogy több és több emberhez jusson el ez a filozófia különböző formákban. Könyv, film, videóklip, zeneszöveg, teljesen mindegy. Az üzenet ugyanaz. Propaganda. Mellesleg, ha valakit érdekel a nyílt összeesküvés, a PDF-hez a linket megtalálja a leírásban. Remélem még mindenki emlékszik arra, hogy ez egy világvallás lesz. Ez Carl Sagan-től való ez az idézet. Carl Sagan főszerepet vállalt az űr Hawks terjesztésében. Tulajdonképpen az egész életét ennek szentelte, és több száz műve jelent meg, amely szinte mind ilyen vagy olyan formában a társadalom, mint vallás, illetve az űrkutatás népszerűsítésével foglalkozott. Olyan nevetséges dolgok hozhatók összefüggésben a nevével, mint az első űrbe küldött üzenet például, ez az úgynevezett Pioneer
Plaque, Pioneer tábla és a Voyager arany felvétel, gondolom ezek valamiféle üzenetek, amelyeket az űrbe kiküldtek, űrhajókon, vagy mit tudom én miken. Legalábbis ez az, amiről ők beszélnek, és ez az, amiről meggyőzték a világot. Annak érdekében, hogy földön kívüli intelligenciával fel tudják venni a kapcsolatot. Nevetséges. Díjakat vehetett át a NASA-tól, a Nemzeti Akadémiától, Pulitzer díjat kapott, Emmy díjat, amit akarsz. Carl Sagan egy tipikus ateista volt, akinek a vallása a tudomány volt. Ez az idézet nagyszerűen összefoglalja ezt, amikor is nevetségesé teszi ugye a hagyományos idézőjelbe tett istenképet, ahogyan az atya le van írva az írásban, és sokkal inkább egy tudományos álláspontra helyezkedik, mikor is azt mondja, hogy az, hogy egy emberszerű öregember ellenőrzés alatt tartja az egész emberiséget egy távoli pontról irányítva, azt, az nevetséges, és őrültség lenne a fizikai törvények létezését tagadni. Azt mondja, hogy az ateista az, aki meg van győződve róla, hogy Isten nem létezik, és egyértelmű bizonyítéka van erre. Ezután megállapítja, hogy ilyen bizonyíték nem létezik, és sokkal jobban meg kell ismernünk az univerzumot annak érdekében, hogy felfedezhessük Istent. Gyakorlatilag egyértelművé téve, hogy ő a tudásban hisz, mint az összes többi propagandista, aki az új világrendet létrehozza, illetve annak létrehozásán munkálkodik. Hogy figyelmesen olvassuk és értelmezzük azt, amit most megnézzünk, ezt az idézetet, akkor láthatjuk, hogy ő ugyanúgy egy gnosztikus tudás alapú vallást promotált, mint az összes többi luciferiánus karakter a történelem során, mindazok, akik szembefordultak a teremtő instrukcióival. Így kezdődik. Elmentem a könyvtároshoz, és kértem egy könyvet a csillagokról. És a válasz lenyűgöző volt, az, hogy a nap egy csillag, de nagyon közel van, a csillagok pedig napok, de olyan messze vannak, hogy csak kis fénypontok. A teremtő szava az egyetlen igazság a világon. Mindenki, aki nem ezt hirdeti, az hazudik. Mindegy, hogy az ember milyen formában hazudik, az az összes a széles útra fogja terelni őt, és mindazokat, akik adnak az ő véleményére. Carl Sagan a munkássága segítségével több millió embert térített el. A Kozmosz című sorozata évekig futott a tévében, mely a tudomány vallását hirdette. Szerinte a nap egy csillag, a csillagok pedig napok, és olyan messze vannak, hogy csak kis fénypontok. A nap a legfontosabb égitest a pogány vallásokban és különböző kultuszokban, hiszen ez az élet forrása szerintük. Azzal, hogy több ezernyi vagy milliói napot helyeznek az égbe, így az emberiséget arra késztetik, hogy ezeket az égitesteket imádják. Azáltal, hogy neveket adnak ennek, jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy mikor, hol vannak, figyelik a mozgásukat, elhiszik, hogy ezek tulajdonképpen működő égitestek, melyek égnek, meg rádióaktív dolgok mennek ott végbe. Ezek a fénypontok, amelyeket így az emberiség imád tudat alatt. A világ egyetem skála hirtelen kinyílt számomra. Azaz kitágult a világegyetem számára. Ez egyfajta vallási élmény volt. Az ő hite, a tudomány, az univerzum, az, hogy mi jelentéktelenek vagyunk, meg kell ismernünk ezt a hatalmas teret ahhoz, hogy megértsük a világot. Ez a vallási élmény, ez az a vallás, amelyről H.G. Wells írt az előbb. Nagyszerűség volt ez, nagyszerűség olyan mértékű, amely soha el nem hagyott. Soha többé nem hagyott el. Hogy igaz vagy sem a történet, teljesen mindegy, az üzenete a lényeg. Az, hogy az ember kiszakítja a földről, átteszi egy képzeletbeli világba, amely nem létezik, melyben
az égi testek azok csillagok, meg fortyogó, láva, gömbök, meg gázgömbök, meg mit tudom én mik, napok, és ezek azok a fénypontok, melyeket ámulattal figyel az egész világ. C.S. Lewis idézetével szeretném befejezni, ő ugye a Narnia krónikája szerzője volt. Narnia krónikája című sorozat több mint 100 millió példányban kelt el 47 nyelven. Egy pogány hitrendszert, filozófiát és gnoszticizmust, miszticizmust hirdető mű, amely több mint 100 millió példányban 47 nyelven kelt el. 1967-ben egy 10 részes sorozat került televízió adásba, 30 perces egyenként. 1979-ben újra televízióra vitték, ezúttal egy animáció formájában. 88 és 90 között a BBC egy 4 részes televíziós sorozatot készített a 4 könyvből. A BBC rádió 15 órában közölte ezt a művet. Színpadi verzió is létezik a műveknek, illetve még a Royal Shakespeare Company is színpadra vitte. Ezek után 2005-ben Hollywood is feldolgozta a történetet, és 745 millió dollár bevételt produkált világszerte. 2008-ban a Caspian herceg pedig 420 millió dollárt hozott. 2010-ben az utolsó része 415 millió dollár bevételt ért el. Maga a szerző C.S. Lewis, ugye Clive Staples Lewis, egy anglikán egyházhoz tartozó író volt, ugyanúgy, ahogy J.R.R. Tolkien, a gyűrűk ura szerzője. Az anglikán egyház ugye kereszténynek csúfolt, de igazából ugyanúgy egy pogány tradíció, mint az összes többi. A Varázsló unokaöccse című művében, mely a teremtésről szól, így ír. Egyik pillanatban semmi sem létezett, csak sötétség. A következőben ezernyi fénypont tűnt fel. Csillagok, csillagképek és bolygók fényesebbek és nagyobbak, mint bármelyik a mi világunkban. Ugye tudjuk, hogy a teremtés hogyan zajlott le, ez a teremtés, mert ő elképzel, illetve leír egy alternatív verziója annak, és az egész mű nem más, mint programozás és propaganda, ugyanúgy, ahogy az egész űr koncepció a csillagokkal és a bolygókkal, C.S. Lewis és az ő művei. Ugyanúgy, ahogy minden más mű, mely nagy népszerűségnek örvend, vagy bekerül a köztudatba, egyfajta pogány, gnosztikus hozzáállást terjeszt, ezzel elősegítvén a közelgő új világrend kialakulását. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!